Hogy tetszett önnek a darab? Hát nézze, nem vagyok szakértő, és nehezen tudnék róla bármit is mondani. Magánvéleményt tudok mondani, és a személyes benyomásaimat, tehát egy megrázó darabot láttunk, ami gondolatokat ébreszt, és ezt nehéz lesz feldolgozni. Nehéz egy ilyen darabra azt mondani, hogy tetszett, mert ugye a témája olyan, ami, tehát olyan megrázó, tavaly is volt egyébként, a tavalyi poszton is volt egy ilyen holokausz darab, az még inkább, ez egy ilyen abszurdba öltöztetett történet volt, és ettől még, hát még abszurdabb volt, és még azt hiszem egy kicsit még elgondolkodtatóbb, mint az a tavalyi darab. Konkrétan nem tudok erről beszélni, olyan érzések vannak benne. Fájdalom, szomorúság, és utána egy nagyon szép boldogság. Humor is helyet kapott, ezt a komoly témához hogy érzi illeszkedőnek a humort? Talán nem lehet másképp elfogadni azt, amit történt, meg amit feldolgozott a darab. Nehéz azt gondolom, hogy egységet találni, de szerintem nagyon-nagyon finoman megtalálták az alkotók. Megint csak egy laikus vélemény, hogy szerintem ilyen komoly kérdéseknél nem igazán éri el a hatását, tehát én erőltetettnek gondoltam a humort, vagy nem helyén valónak. Nagyon újszerű módon nyúlt hozzá a témához ez a darab, hiszen érezhetük azt, hogy állandóan a mai nyelvnek az elemei keverednek vele, tehát már a mai szemlélő számára volt egy kicsit újra fogalmazva. A darabnak a látványvilága az hogyan kapcsolódott a témához, vagy az neked mit mondott pluszban? Hát egy ilyen nagyon, a hangulata az így passzolt ehhez a témához, tehát hogy a szürke háttér, az árnyak, a szürke ruhában volt mindenki, tehát hogy azt hiszem, hogy ilyen leegyszerűsítve, de tök jól illeszkedett ez a darabnak a témájához. Én azt gondolom, hogy a színhatás, sok a hatások olyan egységet alkottak, ami nagyon komplex módon hozzáadott a darabhoz. Mit gondol, hogy a zene és a darabnak a témája az mennyire talált egymásra, mennyire erősítettek rá egymásra? Nekem egy kicsit úgy jött le néha, hogy inkább kioltják egymást. Tehát ezen a ponton annyira nem éreztem annyira a koncepciót a magaménak, mert ez az, hogy folyamatosan ment a zene alatta, ez néha egy kicsit elvonta az én figyelmemet a szövegről, ami szintén nagyon hangsúlyos volt. Hát a zene az ugye a zsidó motívumok, magyaros motívumok, ezek teljes mértékben illeszkednek a darab mondani valójához, és hozzájárultak annak az érzelemnek a felkeltéséhez, amit el akart érni, gondolom a szerző, illetve kiváló színészeket láttunk, akik ezeket az eszközöket kiválóan használták. A rendezőnek a munkájáról, a rendezésről mi a vélemény, ezt hogy látja egy összességében? Én Mohácsi Jánosnak a rendezéseit nagyon nagyra tartom. Nekem most ez a darab, bevallom őszintén, egy kicsit alatta maradt a várakozásomnak. Főleg ilyen ritmus szempontjából úgy éreztem, hogy egy kicsit néha leült az én meglátásom szerint.